Kedves ifjú vasutasok! Örömmel köszöntelek titeket ebből a csak nem száz éves, karácsonyi díszekbe öltöztetett és frissen felújított vonatkocsiból. Sajnos egyedül vagyok itt, nincsenek körülöttem sem utasok, sem ti gyermekvasutasok sem. Nehéz évet zárunk, hiszen a koronavírus járvány soha nem tapasztalt kihívások elé állított minket, családjainkat, de titeket is. Azonban van okunk az örömre és a büszkeségre 2020-ban is, hiszen a vasútársaság zavartalan üzemelt a pandémia alatt, a koronavírus járvány első és második hullámában is. A vasutasok helytállása a pandémiás időszakban is példás, hiszen a megváltozott körülményekhez képest nyugodtan, fegyelmezetten végezték a dolgokat. És ez a szabálykövető szolgálattevés jellemez titeket is, ifjú vasútosokat, hiszen júniustól egészen a novemberi leállásig példáson dolgoztatok. A június második felében levizsgázó ifjú gyermekfosotok sok is túl vannak pár szolgálaton, kipróbálhatták magukat élesben is. És folyamatos a képzés is, az újonnan jelentkező pajtások az online felületeken sajátíthatják el azt a tudást, ami szükséges ahhoz, hogy ők is megkezdhessék a szolgálatot akkor, amikor újra tud nyitni a vonal. Örömmel tölt el, hogy ilyen sok igazán elszánt és komoly hivatástudattal rendelkező fiatal tanul teljes erőbedobással. Idén harmadszor látogatok el ide, hiszen közösen ünnepelhettük a gyermekvasútosok avatását, és közösen örülhettünk a gyermekvasút 70. születésnapjának is. A jubilóm alkalmából felújításra került a hűvösföldi állomás, és folytatni szeretnénk ezt a sort, hiszen gondos gazdái szeretnénk lenni annak a történelmi és oktatási nevelési értéknek, amit a gyermekvasút jelképez. Mindig örömmel gondolok látok, hiszen a jövő vasutas nemzedékének utánpotlását jelentitek, számítunk rátok a leendő szakembereink között. És hogyha másképp alakul az életetek, vagy nem ezt a hivatást választjátok, akkor is egy életre szóló élménnyel gazdagodtok. Most egy kicsit talán nehéz és feleslegesnek tűnik az a sok tanulás, hiszen lehet, hogy gyermekvasút, de tudnotok kell, hogy a jön ágazat vár vissza titeket, amely egyre fontosabbá válik a jövőben. Számítok a kitartásotokra, addig is pihenjetek sokat a téli szünetben. A Nemzeti Vasútársaság nevében nektek és családjaitoknak áldott karácsony ünnepeket és boldog, egészséggel teli új esztendőt kívánok!